Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Shadowrun Returns, a Cyberpunk találkozik a mágiával szerepjáték rendszerének, számítógépre átültetésének legújabb változata, pár évvel ezelőtt jelent meg, kellemes, igazán egyszerű és szimpatikus harcrendszerrel összetett, már a lehetőségeihez képest történettel, lássuk is. Egyébként ugyanaz a társaság készítette, mint a Battletech-et. Nyomóban föllelhető a Battletech egyes elemei. Normál nehézség, azt hiszem teljesen rendben lévő lesz. Wow! Mail. Troll, mert nagy és erős. Oh. No, nézzünk egy szimpatikus troll pofát. Body, test, minél erősebbek vagyunk annál. Hát igen. Ó, összesen alig-alig tudunk rakni. És milyen fegyverrel akarunk? Puska nyilvánvaló. Erő közelharcban lenne jó, de azt nem nagyon akarunk még. Dobófegyver, intelligencia. Nem leszünk intelligensek. Karizma. Maradjunk egy sutyónál az egyszerűség kedvéért, varázslás meg egyáltalán nem izgat, majd a segítőink. Maradék két pontot mire tudjuk elkölteni? Még egy kritikusra a puskán. No, nagyjából ez egy jó leosztás. Nem egy összetett személyiség, nagy, erős, gyors, öl. Sok HP-val. Adjunk neki egy nevet. No, így néz ki egy jó karakteralkotás. Szöveg jó. Számítógéped. Csúcs technológia 2050-ben, értéktelen hulladék 2051-ben. Kontaktok. Személyes. Hívnak telefonon.
mindig jó egy halottól üzeneteket kapni. Egyik haverunk fölhív, hogy meghalt, valaki valamiért megölte. És mi lenne, ha segítenénk neki ez ügybe föl deríteni Seattle-ben, ha jól értettem a történetet. Új Larry. Ó, csak nem elárultak. Lássuk. Különösebben nem kell, azt hiszem. Új Larry. No. Tudunk mozogni. Egy kis fedezék az jól jönne, úgy vélem. Kettő a pofába. Ennyi HP-ja van ennek a nyavajásnak. Jóval több ezek szerint. Hát túl sok nem kell vele. Menj vissza, ott. Akkor is jók vagyunk, ha nem ütjük ki. Elég messze van. Cserébe kétszer lőhetnék. Miss. 60%-ra, 70-re, kétszer miss. Nem funny. Na, egy kis apróságot beleküldtünk. Az már mindjárt fincsibb. Kilencvenkilencre misszeltél te? Homály. Hátulról. Not funny. Nem jó. 47-re nem érdemes lőni se. Ötvenhét. És most tölteni kell. Ó, valamit találhatunk ott, de azzal nem vagyunk előrébb.
ha valamit találunk. 72 és kicsit már sebzett. Na, kiütöttük, helyes. Yikes. Kezdenek sokan lenni. Mi pedig nincs, nem bírunk sámánnal, ugye? De elvileg ő egy sámán. Hallgass sámán. Mindegy, ha némi lövést felfog, már az jó. Na, mehetett volna valamelyikünknek is ez a támadás. Ha nem egy jó föl. Lehet, hogy megérte volna flankelni. Egy akció tölteni. Hát, oké, kiütöttük, úgy megérte. Húzz ide a fedezékbe. Hát, nincs mit cifrázni, ha megszökik, megszökik. Sámánt kiütjük, akkor elvileg az idézet lénye is veszik. És azt hiszem, a minél sérültebb, annál nehezebben is tudja kontrollálni. Jaj, oké, mellé. Ez jónak tűnik, és akkor azt a mágust, azt nagyon meg tudjuk lőni. Ezt nagyon nem fogja szeretni, ezt az oldalt. Kétszer meglőjük. Az eddig oké. Kezd kicsit kockázatos lenni. Bebuktuk, ha jól láttam. Igen. Dühét misszel vezette le. Akkor töltünk. Puska az fincsit sebez, de egyébként vannak gondok vele. Ki kell lőni ezt a vackot. Viszont így kétszer tud lőni. Remek. Ezek szerint kilőttük a sámánt. És a saját idézet elvesztett szörnyünk, amit a sámán idézett a környékről, ezért érdemes mindig használni egy-egy sámánt.
mert általában van a környéken egy-két ilyen felhasználható ingyen cumó. No, hát ez volt az ősi történetünk. Innen ismerjük Sam Wattsot, aki most küldte az üzenetet a saját haláláról. Természetesen segítünk a régi havernak. No, karakterünk, hát egyformán tucskó leginkább mindenben, rengeteg HP-nk van, értünk a nagy fegyverekhez és kész. Mondjuk, hogy miért puskával harcoltunk, ha rifle-ünk volt, e van. Eszencia azért fontos, hogy mennyit tudunk feladni magunkból a kiberfegyver eszközökre. Mivel nem vagyok mágus se, sámán, így nyugodtan elkölthetem. Felszerelésünk. Ó, kezdetben semmi. Kiberver, abszolút semmi. Hát nem sok. Van itt bármi, vagy csak a hullát nézhetem meg? Akkor beszélek Dresdennel, mert hát hogy hívják a helyi orvost, ha másnak nem? Aki, ha jól látom, egy idegesítő törpe. Helyi boncnok. Ki mondta meg, hogy Sam meghalt? Ha. Akkor esélyről lesz valami gubanc. Szokásos hasfelmetsző és vidéke. Ó, egy májat vett ki belőle.
Elsőnek egy szív, másodiknak egy epe. Seamstress Union. No, egyik troll a másiknak. Trollkodjuk egymást. Hehehehe. Azért, amikor leoldhatsz egy trollt, az már egy jó kezdet. Tényleg elvégzed a hulla megbízását? 100 000 nüjent a helyi zsetont ajánlott fel, egy elég nagy összegről van szó, ha megtaláljuk a gyilkosát, és valószínűleg hidegre is kell tenni, de ezt nem tisztázta az ügy. Na, örül annak, hogy emberszerűen viselkedünk, vagy trollszerűen, vagy hogy is kell ezt mondani ezeknél. Seamstress közeli térség, vadvidék, ahol a nincs ellenek gyűlökeznek.
feltétlenül egyenesen oda tartunk majd innen. Te azt mondta, nézzek szét a szobájába. John Doe. Oké. Találtunk az egyik hűtőben egy alakot. Egy dekást, ha jól látom. Határozottan az lesz. Esetleg Rigger. Szem, nem nagyon. Hát, tudok ettől bármi hasznos infót? Nem hiszem. Szépen bemutatkoztunk. Simán föltöri a helyi kórházat nekem, ha jól látom. Na, felszedtük valamilyen akcióra. Adj egy Stukkert. AK-97. Lássuk, mit tudunk itt találni még. Trauma kit. Basic med kit. No, mit találtunk? Ilyen cumókat. Társunk. Pisztolyos. Varázsló. Varázsló data jackkel, érdekes kombó. Van két karmánk, azt mondjuk leginkább, mondjuk egy dodge azért hasznos lesz. Felszerelés. Gyakorlatilag egy feltámasztás. Ez meg egy sima healing. Na. Azt hiszem ennyi volt az itteni akció. Menjünk tovább, bár ha nem azonnal valami harcba keveredünk, akkor valószínűleg most ennyi volt. Később folytatjuk a felderítést. Történetünk kezdete. Hova és mit csinálunk? No, hát akkor egyelőre ennyi.
folytatjuk legközelebb.